hogy ma mi vár még ránk. Ami elvileg egy Jurassic World Evolution lesz. Ott hagytuk abba, hogy befejeztük a harmadik szigetet, Isla Tacañót, ami azt jelenti, hogy mostantól kvázi ismeretlen vizeken evezek, mert hogy amikor megjelent a játék, nagy sebben lobbal belevetettem magam a játékba, és hú, de milyen kedves a játék, instant pap, áramszünettel fogad. Tehát, hogy a negyedik szigetre még nem másztam át a megjelenéskor, azóta meg hát nem is igen játszottam a játékkal, csak úgy hébe-hóba, de az meg nem igazán volt túl sok minden. A legutóbbi találkozásunk ugye az múlt csütörtökön volt, egy szerdai csütörtöki nap után, vagy hát nappal bezárólag. Úgyhogy emiatt részben, meg egyéb elfoglalások miatt nem volt akkor vasárnapi stream, úgyhogy hát nem nagyon tudom, hogy mi merre. De remélem, hogy emetleg szépen hagytuk itt a készparkunkat, tehát nyugodtan mehetünk tovább a következő szigetre. Igaz, hogy csak 4,5 csillagosak vagyunk, de ez hát igazából csak azért van, mert nem férnek be többen, amit nem is értem, hogy hogyan szeretne tőlünk elvárni a játék. Ez van. Úgyhogy szerintem nincs más hátra, mint csattogjunk át a... Nem itt. Csattogjunk át a következő szigetre, aztán nézzük meg, hogy mi vár ránk Isla Penyán. Ami elvileg a legkisebb sziget, legszűkebb és legsötétebb. Mondhatni egy barlang, de nem. Csak érzetre. Megette a könnyelzőt. Az a legszebb. Szevasz Zoli, szép jó estét. Nem maradtál amúgy semmiről, pont most jöttünk át a negyedik szigetünkre. Ahol hát még én sem nagyon tudom, hogy mit fogunk és hogyan fogunk hát ügyködni. Mert itt még nem nagyon jártam annó. Jó, azt egyelőre hanyagolom. Úgyhogy ott tartunk, hogy ez a szigetünk. Nem is értem ide, hogy akar bárki építeni. Ez egy ilyen nagyon-nagyon vékony szigetlánc rész. De tök szépen látni háttérbe szornát például. Ez tök jó meg van csinálva, azt hiszem ez a legszébe talán egy... Nem, az meg ugye Nublar, elvileg, a távolban. És arra meg már csak ilyen kis csökevények vannak. De a maga a sziget... Az... Van egy ilyen bejárati részünk. Van egy zseb, ahol talán itt a szerviz dolgot el tudjuk rendezni. Egy kicsit nagyobbnak mondható, de nem túl nagy zseb még egy, ami hát egy kifutónak jó lesz. És itt egy nagyobb zseb, ami mindig nem nagy, de a sziketen a legnagyobb. Itt már elő van készítve a Hammond Creation Lab. És még egy más kifutónak hely. Tehát itt nem tudom, hogy mik a célok, de nem gondolom, hogy túl sok mindent tudunk itt majd kezdeni. Mert hát marha pici. Felkiáltója pici. Mit vár tőlünk a játék? 8 fajt? Három zsebes, hány lába? Hát? Kettőnél nem több. De ez egy érdekes lesz, hogy 8 fajt kér. Ugye úgy indult a játéknak a, vagy hát a szigetnek a bevezetője, hogy mivel pici a sziget, ezért hát nagy látványosságok kellenek, tehát ide szánta a játéknak a T-Rexet, amit az előző szigeten megoldottunk. Úgyhogy itt nekünk az Indominus Rex lesz a látványos hát fő attrakciónk. Úgyhogy azért is egy achievementet majd kipipálunk. De hogy ezt hogy fogom itt elrendezni, hogy meglegyen a rating, a target, az még hát nem tudom, kérdés. Jó, azt mondja, 30 ezret költünk áramra. Oké. Kontraktunk még nincs. Miket oldunk fel?
Azt mondja, van egy Carcharodontosaurus. Oké. Okay. Improved Output 3.0, az nagyon jó. A Power Station-oknak upgrade. Utána jön a fő missionünk, Needs Management. Nem tudom, hogy itt mit szeretne tőlünk a játék. Research Item, Intensive Repair. Az valami Genom cucc, meg még egy Dino Carnotaurus. Azazat is. Hadd ne mondjam ki. Jó, feloldjuk a bárt. Hát az nagyon fontos amúgy, hogy piával kezdjük, úgyhogy lehet, hogy erre rámegyünk. Research Item, Wetland. Meg az Acrocanthosaurus, meg a Star Attraction Mission. Jól kiejtve én ezt kimondhatom? Wunderbar, rendben. Bártalatlanak, így van. Electrified Concrete. Áramot vezetnek a betonba, érted? Ja, pont nem látni tőlem. Gyenge G-vel, igen? Gyenge G! Ja, akkor ez pont az ellenkező, mint hogy Laci, mivel nyílik a kassza, gép nyom meg a C-t? Néma G? Ja, a Nier Saurus. Végül is, amúgy nem is hangzik hülyén, nem? És akkor a Security adja majd a Large Power Station, meg a Sukomi Must, ami biztos, hogy valami. De szerintem én elpróbálok kezdeni az Entertainment része, mert hát Wunderbar akkor az kell. Csak nem tudom, hogy fogjuk ezt tudni elérni. Na mindegy, nézzük meg, mit kér tőlünk a játék, mert azzal kapunk pénzt. Igaz, hogy van 6 milliós tőkénk, de az hamar el fog fogyni. Úgyhogy mit szeretnél? Ne legyen 10 percig power outage. Oké. Okay. Talán megoldjuk. Őszintén fogalmam sincs, hogy mit szeretnék csinálni, de tényleg. Send out expeditions. Get the squares to research something. They get okay. Coffee, that sort of thing. Jó. Cream and two sugars. Szerintem azt kéne, hogy legyen miért ide jönni a népeknek. Ebbe a kifutóba belerakom szépen a Indominus Rexet. Legyen valami látványosság. Amíg az gyűjti nekünk a pénzt, innen az áramot elhozom valahova ide, nem tudom, hogy oldjuk meg, nem kell ebből is vagy kettő. És akkor itt a bejáratnál ki tudunk alakítani mondjuk egy hotelt, akár, és ugye kell itt is mágnesvasút. Jó, hát kalmondom ők, hogy kezdjük az Indominus Rex-el, mert akkor legalább már lesz értelme valamiért ide jönniük. Azt meg ki kell kutatnunk, ugye. Igen. Itt van. Indominus Rex Genom. 2 millió. Oké. Okay. Szerintem... megváltoztatjuk a tervet annyiban, hogy visszamegyünk az előző helyre, és ott kezdjük el kutatni, mit szóltak. Nem akarom az 6 milliómból a büdzsém harmadát ráverni a kutatásra, amikor ezen a szigeten van 200 millió, vagy talán még több is. Na, azt mondja, hogy mi 200, tökre alábecsültem, csak 650, de mi az nekünk? Na szóval, akkor kell nekünk egy Indominus Rex. 3 perc. És akkor elméletleg maga a kutatás az akkor is megy, hogyha átjövök erre a szigetre. Ha ő megvan, akkor lehet, hogy el kéne kezdeni az első hotelt lerakni talán, mert annak van egy jó kis öble ott a bejárat mentén rögtön. Mert biztos, hogy panaszkodni fognak arra, hogy nem férnek el a parkban. Jó, ő készül ugye?
Nézzük, mibe kerül itt nekünk, hogy mondjuk terraformáljunk dolgokat. Aha. Hát ez marha jó. Emiatt is jó, hogy őt át fogjuk innen helyezni. Mert nem azon a magasságon ül, mint szeretnénk. De legalább a többi dolognak a helyet itt kialakítjuk. És ez itt... Aha... Érdekes. Oké. Okay. Full lejtő az egész sziget. Jó, itt azzal kvázi könnyű dolgunk van, hogy van egy alapunk, amire rárakták az épületet, meg a kifutót, vagy hát mi az a kilátót. Úgyhogy azt esetleg fel tudjuk használni. És akkor ebbe a csücsökbe annyira nincs nagy gond a szintnek a kitalálásával, hogy mi legyen. Hú, Zoli, hallod? Annyira jó lesz itt, 10-be basszus ingyenes lesz a terraformálás túl. Nem lesznek hegyek már a végén, mi? Így van. De most én elégetek 1 milliót arra, hogy terraformálok? Jól látom. Nem is én volnék. De legalább... Aha, azt majd magasabbra kell emelni. Van meg. Oké. Okay. Ez a plac, ez tök jó beépíthető. Itt lesz egy emelkedünk, ez nem is kell hozzányúlni, azt nézem. Itt van egy viszonylag nagy részen egyenletes dolog, csak az a baj, hogy ez ilyen emelkedő van most. Ezt... Fú. Ha ezt választom, ezt a szintet, az 1, 2, 3, 4, 5. Viszont kész az Indominus Rex, ezen gondolkodhatok később, viszont itt ez borzalom. Tehát ez konkrétan borzalom. The Indominus Rex is a magnificent creature. If evolution had the time, well, we've just hurried things along a bit. And the result is nothing short of spectacular, so don't dilute the value of my work. You'll be dealing with me. Nagyon beszólt nekünk. Hú, itt valamit nagyon okoznunk kell itt ezzel a túllal, mert ez itt annyira be fog nekünk itt szűkülni, hogy ez nem lesz jó. Sőt, lehet, hogy a picivel, hogyha dolgozunk, az jobb lenne. És itt megint csinálunk egy ilyen puklit. Oké, ezt valahogy el kell nagyolni, mert ez itt nem. Ez a rész ez nagyon-nagyon necc, és nem is tudom, hogy miért lett ilyen szűk. Na mindegy. Tehát akkor a következő lépésünk az lesz, hogy végre csináljuk meg a dinót is. Lol, ennek lehet, hogy nem is kell léteznie. Így van. Oké. Okay. Hát itt nagyjából lett egy placunk, ha áthelyezzük a... Áram... Mi az? Áram dolog. Ja igen, ezt is majd csináljuk, oké. Okay. Jó. Na hol az Indominus Rex? Az legalján... ez ilyen lila! Haha! 2 millió inkubálni van meg. Hallod. Én szerintem az lesz, hogy szimplán a la nature elkezdem inkubálni, nem fogok rajta most módosítani semmit, mert marha drága, hanem majd később kicseréljük, hogyha már ott tartunk. Ez így is 2,5 millió, ez biztos, hogy fölmenne 4-ig, hogyha nagyon megturbóznánk a dolgokat. Drágább a viability, ez 100%, tehát emetleg tökéletesen le kell jönni a szalagról, tehát nem lehet defektes. De hát
Amilyen a szerencsét, még ez is előfordulhat. Úgyhogy amondom vagyok, hogy akkor induljon. Mert mondjuk ezzel szemben mennyi lenne egy T-Rex. Csak úgy kíváncsiságként. 7-es millió. Jó, lesz ez az Indominus. Amíg ez itten készülődik, kell majd neki egy bárány katapult, ami kecske. Van vize, van kajája, és maradt 2 milliónk. De az a szomorú, hogy magát a vasutat nem fogom tudni lerakni még. Mert az ilyen... Ja, a kutatás volt marha drága. Akkor lehet, hogy el tudom kezdeni a monorail stationöket. De ami biztos, hogy pénzt hoz, hogyha megyünk ásatásokra. Csak az a szituáció, hogy mindenkit kikutattunk már, akit szerettünk volna, úgyhogy... A legolcsóbb helyekre kell őket elküldeni, hogy abból legyen valami pénz. Ez 60-75. Egy darab 60 000-esünk van. Csinálják. Hó, 2 milliónál tartunk. Mondjuk kapunk egy kicsi... Mi az? Bevételt, ahogy a áramszünetet ki... Bekeljük. Kicsit odébb lesz. Kom! Hát nagyon-nagyon! Szépen köszönjük a Primát! És ott van az egyes badge. Köszönjük szépen, Kam, és élvezd a badgeret. Köszönjük szépen. Jó estét! Ah, se tudom, hol tartottam. Ja igen, van 2 milliónk. Az elején kéne azt kitalálni. Az biztos, hogy nagyon a végén lesz az, hogy meg legyen a large power station, tehát ez marhára messze van. És hogy most én ilyen hülyeségekkel szórakozzak, hogy így válogassak azok között a küldik között, amiket ad, hát hogyha bead ilyen egyszerűeket, hogy mit tudom én, 2 percig ne halljon meg senki. Az nagyon-nagyon-nagyon macerás lenne, úgyhogy szerintem egyelőre ezen a szigeten még a közepes Power Station-on el leszünk, mert hát nem olyan nagy a sziget, tehát nem kell annyi, mint az előző helyre. És legalább ezen a szigeten feloldjuk a nagyot, amit majd a következőn a végső szigeten agyba főbe tudunk majd használni. Úgyhogy lehet, hogy kezdjük ezzel, hogy valami helyet keresünk a Power Stationnek. Hogy hol tudna ez ücsörögni? Ha, tehát akkor ez szépen ki lett itt lapítva. Valahogy így. Jó, ezek ott jók. You're number one in my book. Ez az itt az érdekes, hogy hogy tudom ezt majd szépen. Már valahogy így. Na. Oké. Jöttek fosziliák, amivel megcsináltuk ugye a küldijét. Ez tök jó. Meg tudunk eladni. Nagyon jó. És hát mindet eladjuk. Mert hogy mindent ismerünk. Úgyhogy ez jaj, kell átváltogatni. Nagyon jó. 2 millió 8 már is, úgyhogy szerintem ezt folytathatjuk is, köszönöm szépen. Ez már 90. Jó, egy 75-ös. Jó. Hogy áll a állatka? A harmada megvan. Akkor legyünk kedvesek egy médiumot valahova. De hogy fog 2 elférni? Hát biztos, hogy ezt a szigetet nem fogom tudni kicsicsázni, mint az előzőt, mert nincs hely egyszerűen. Tehát konkrétan nincsen hely. Mondjuk azt megtehetem...
Vagy mennyibe kerülne, hogyha Fossil Center-t törölném? 272... Letenni nem mutatja. Nagyon kedves. Ha azon gondolkodnám, hogy ha megjön ez a adagkutató, akkor ezt itt legyalulom, lerakom a két áramot, meg fölé, mellé sorakoztatom őket. Annak ellen, hogy már amit fel tudtunk mondani, itt mindent kikutattunk, ugye a úgynevezett bugunkból tudjuk, hogy mindegyik épületre szükség van, hogy a mennyiségi mutatóik meglegyenek a következő szigeten, hogy haladhassunk tovább. Ami szerintem hülyeség, de így van megoldva. Ők már érkeznek is vissza, az tök jó, ezt a számot meg átléptetem, mert annyira nem csipázom. Jó, mert megvan a fele? Ez nagyon jó. Úgyhogy na, jönnek vissza, és szerintem az lesz igen, hogy ezeket ledózálom a rágba. És eladjuk az összeset, meg kell a pénz. Na jó, ezt még elfogadjuk, mert kell a pénz. Na, nice. Hát amúgy az vasárnap este volt ott is, de mindegy. De na, csapasz csak. Hát akkor, ha eltett a küldink, akkor mondom, hogy küldjünk még egyet. Kicsit hátráltatottak lettünk ezáltal, de inkább a pénz. Mint hogy gyorsan ne tudjuk letenni, tehát teljesen jó. Alakul. És azt néztem, hogy nem hinném, hogy itt is lennének viharok. Tehát én amondom vagyok, hogy szerintem a Storm Defense Station-t egyáltalán nem is fogok szórakozni, tehát nem rakok le konkrétan. Mert az csak a helyet foglalja. Nincs vihar, fölösleges épület. Ugye viharkár, vagy mi a vihar nélkül nincsenek viharkárok. Itt szerintem nem fogunk vele foglalkozni. És akkor ezek még gyorsan megcsinálják a dolgukat. Akkor maga a Power Stationünk az ugye kettő darab lesz. Remélhetőleg ide szépen elférnek egymás mellé, és akkor ugye még össze lehet tömöríteni valamit. Jó. Illetve csak hogy lássuk, hogy hol tudunk építeni. Na, kezdődik az orviszketés. Tök vicces, hogy pénzbe kerül. Én úgy tudnám elképzelni, hogy nem kivágom a fákat, hanem eladom. Én tökre tudnék egy olyan világban élni. De szerencsére csak ilyen pár ezrekről beszélünk, tehát semmi extra. És akkor megvan a küldink is, tök jó. És ez a legnagyobb törlő túl. Let me tell you something that I myself have heard many times before. I don't know how you did it. Neted, éppen pénzbe kerül az, hogy nem töröl le semmit, ez tök érdekes. Ja, meg még itt a zsebbe. Ami fa, azt egyelőre töröljük, hogy lássuk, hogy hogy tudunk építeni. Mindig veszteségesek vagyunk, mert ugye még nincs kész a dínunk, de legalább az ásatásokból jönnek a pénzek. Oké. Ezeket szépen adogassuk el.
3 millió 6. Nem rossz, nem rossz. Ez már negyedik, kérlek szépen, Kam. Ez már a negyedik sziget. Tegnap. Az előző streamben, ami múlt csütörtök volt, akkor fejeztük be a negyediket. A harmadikat. Beszélek össze-vissza. Kezdtünk ugye Matanzeroson, az volt a tutorial sziget. Tehát átmentünk arra nagyon viharos, nagyon ilyen naplementés Islamuertára. Nem, de igen. A harmadik, az előző szigetünk volt Isla Tacaño. És ez meg a Peña. Ja, ez az éjszaka. De, mivel van 3 millió hatunk, a dino mindjárt kész, jönnek a népek. Én szerintem elkezdem ezeket addig letörölni, hogy legyen helyünk az áram dolgokat idehozni. Behalok, hogy ezt nem engedi eltörölni. Na mindegy. És te se kell lesz. Így van. Ja, meg az út is nem tudom még, hogy szeretném. De akár csináltunk olyat, nem tudom mennyire lenne reális, hogy ezt a lejtőt mondjuk, mit tudom én, ugye ezt a szintet kinézzük, hogy ezt szeretnénk itt, mint ilyen plató, vagy nem tudom. Mi az Isten? Ilyen eltolódva csinálta, nem tudom. Na mindegy, tehát hogy mondjuk itt van ez a szintünk. És hogy innentől azt betoljuk. Az nagyon-nagyon morbid lenne és durva. Na jó lehet. Most kezdhet a dinónk, ami tök jó. De ja, szerintem nem fogom ezt annyira föltorlasztani, mert... Jaj, rossz gomb. Mert hogy gusztustalan. És nem igazán... érzem kivitelezhetőnek. De ez a smooth tool, ez borzalom. Aki ezt kitalálta, biztos, hogy nem tesztelted eléggé, hogy ez... elegendő munkát tud-e végezni, mert ez így borzalom. Tudjátok mit? Szerintem azt csinálom, amit legutóbb is sikerült alkalmazzam, hogy csinálunk ilyen platókat, és az köztük lévő dolgokat eldolgozzuk, mert ezzel nem fogom tudni rendesen lehozni azt, amit szeretnék. Jó, és akkor ezt meg nagyba. Ó, mennyivel szebb helyenként. Jó. Na, jó estét, Gil, szavasz. Facility rating. Az a baj, ez kell legyen, elfogadjuk. Aztán kiderül, hogy sikerül-e majd mi az megvalósítani. Szélesebb vidéken. Néha. Research and expeditions. Fossil extractions. Build new attractions. Keep our visitors entertained with a variety of dinosaurs. And keep your park secure, huh? It's a little like spinning plates. Így van. Just don't let any of them fall. Igen. Tehát, hogy ha szóhoz jutni kell ott, átjöttünk a negyedik szigetre, kedves Gil. Ahol első lépésként, meg ez ebben nem a legelső lépés, csak első gondolatunk az volt, hogy akkor kiengedünk egy dínót, hogy legyen bevételünk, mert az nem nagyon van. Mivel nincs T-rexünk, vagy hát van, csak már nem akarom ide is őt felhasználni, meg nem is biztos, hogy lenne rá annyi pénz. Úgyis feloldottuk az Indominus Rexet, használjuk már ki a lehetőséget, hogy van ilyenünk, és nézzük meg. Ú, de szexuális! Hát,
Azok combok? Igen, azt lehetne már grillezni rendesen. Kell Grassland. Indominus Rex? You're creating a hybrid. A dangerous hybrid. You're not only creating life, you're condemning it. Hopefully not your own. Még nincs elég Grassland. Az a baj, hogyha nem csinál meg elég gyorsan, hát bajok lesznek. Hát ha a rendes Grassland túl, az tetszik neki. Nem még mindig. Sok a fa. Most meg kevés a fa. What? Kicsi a helye? Az egész hasonló piros azt jelenti, igen, hogy egyedül tök jól el van. Ja. De hogy... mi bajod van, tesó? Volt kecske. Nincs Grasslandje valahogy, pedig van itt Grassland. Grassland. Hova adjak még? Az a baj, ki fog szökni. És nincs acu kontrollunk. Az gyorsan le kell raknom, bakker, erre nem gondoltam. Acu. Na, azt hittem, hogy minden rendben lesz. 360k, lófügy. Kicsi a helye. És nem komfortos, ki fog törni. Vagy, hát hogyha átrom azt a pont tökéletes mennyiséget érni, ha van rá mód. Nem, forest. Mindjárt ki fog törni. Wetland, kevesebb víz. Nem jó. De a Wetland miért nem megy lejjebb? Van vihar? Oké. Szerintem vicces lesz ez a sziget. Hogy úgy mondjam? Nincs elég Grasslandje. Tehát ki kell neki kicsit bővíteni a dolgokat. Hát ez, öcsém, én nem tudom, hogy az itteni szigeten kik dolgoznak, de... időben reagáltunk. Fú, ez ennyire... Úristen, milyen... csálé. Nem oda. Jó, na, nézzük meg. Aha, kevés volt a hely. Jó, jó tudni. Nem rip, szerencsére nem rip, még pont. Buksi mély fekszik, mert rendetlen volt. De minden fasza. Mindent kézbe tartunk, nem. Nem arról volt szó, hogy itt nem lesz vihar.
Amúgy egyszer véletlenül eltalálták, így van. Vagy lehet, hogy itt értelmes embereket sikerült fölvegyem. Eating from a feeder. Ez egy egész egyszerű küldi, ezt megtartjuk. Intelligence is an essential part of security. We got a contract for photography that's just become available. Give it a once over. Jó, most teszik vissza. A Ranger Station még kezd. Meg kéne javítani itt az épületet, mert kicsit leamortizálta a kicsike. Well. De azt nézem, rendben van, ugye vissza fog menni a komfortja. Teljesen jó lesz. Tehát ő egyedül ekkora kifutót kér magának. Akkor ő fog itt ellenni szerintem, és beteg van meg. Legyél már komfortos, légy szíves. Úgy szeretem ezt a játékot néha. Na nézzük, hogy esznek embereket. Vagy hát, ő egyedül. Eltaláltak időbe! Mi az Isten? Na, és ő meg szépen javít. Tök jó. Nagyon jó. Innen meg tudjuk medicikálni? Meg tudjuk. Így van, Gil. Tehát nem tudom, mit csináltak az itteni HR-esek, de hogy tudnak lőni az emberek. És akkor gyorsan tegyük vissza ismét a helyére, mert hogy... Jó lesz ez, csak idő kell neki. Csak mert addig meg is gyógyítják, amíg... Oké. Okay. Ah, az a boka az nem egészséges ott ült szerintem. Az a jobb láb. Áú. Na mindegy. Bevétel tekintve még mindig nem vagyunk jó. Konkrétan nincs ember most a parkban, mert hát a dino, tudod, nincs a helyén. Aha, film után. Konkrétan, ha jól tudom, ugye az inspirálta magát a játékot, tehát körülbelül ahogy forgatták a filmet, elkezdték fejleszteni a játékot, vagy lehet, hogy kiadás után. De hogy az assetek meg minden, ugye Jurassic World filmből jöttek, vannak. Tehát maga az esztétika, amit lát az ember, az konkrétan a filmre haj, az igen. De nem egy kis kifutó amúgy, basszus kulcs. Igen. Igen, tanácsadóként dolgozik. Nem tudom. Ez nagyon sok hely neki. Ja, de várjál, hát tiszta hülye vagyok. Ez ilyen dip, érdekes ez a dip. Hogy ezt ki tudom építeni a szélén, nem kell itt ez nekem. Csak szeretném, hogy kiépítsem, jó van, kiépítsünk. Vannak gondok.
Akkor így. Jó. Na ebből így. Méretre valahogy így majd több jók leszünk. Ez egy marha nagy kifutó lesz neki. De! Jól érzi magát. Ez már valami. Most kajász? Kecske? Jó. Amúgy nem tudom miért van kettő. Kapu. Köszönöm. És már metleg ezt kitadom, megyen. Aha. Nagyon jó. Remek. Fú. Jó van, így gyorsan visszalapátoltuk a dolgokat. De kéne pénz, kezdünk fogyni. Most nem, bocsi. Le kéne mégiscsak tennem, csak már nem arra a helyre. Átmenetileg le kéne tennem egy fosszil szentet, nem olyan drága. Meg le kéne tennem... Ugye az Expedition... Centert. Hogy, mert nagyon más bevételem egyelőre nem lesz, hogy hozzam szépen a fosziliákat. Ideiglenesen ez itt tök jó, áramot kapnak. Viszont ez annyiban megváltoztatja az előbbi vihar ugye az egész tervet. Kelleni fognak ilyen... Mi az? Mi a neve? Ilyen Storm Defense Station-ök, mert hát van vihar a szigeten. Bakter. De ügyesen betervezzük őket, nem fog sok kelleni. Például ez az egy le fogja fedni itt az összes építhető területet, tehát ez tök jó. Nem tudom, most miért léptem ki. Kelleni fog egy ide, hogy a bejáratot megvédje. Ezt ide hátra el tudjuk szépen rejteni. És akkor bele fognak lógni az itteni dolgok, ami hát körülbelül egy száda lesz meg, nem tudom. Meg a monorail. Ez kész. De hogy itt ezt hogy oldom meg szépen? Ez rejtély. De ja, 2 milliónk van. Elkészült ezek a épületek, úgyhogy küldjük el őket. Ásatásra hozzák szépen a fosziliákat, és remélhetőleg többére el tudjuk őket adni, mint mi volt ez? 140, mint 200 ezer. 200 ezer fölött hoznak vissza, akkor megtérült az egész út. Úgyhogy az elején nagyon más opciónk nincs, mint ezt erőltetni, hogy hozzák a fosziliákat. De addig akkor, jaj, panyek. Itt pazarlom a pénzt, mert rossz túlt használok. Tehát akkor ezeket a fákat az istenek se tudom letörölni, ugye? Igen. Azokat még igen, tök jó. Remek. Ez a lejtő sem a legszebb, de ez már valamilyen szinten vállalható. Úgyhogy. Kezdjük az elején. Medium Power Station 65 ezer. A kettőt leteszek ebből. 1.300.000 elvitte a költségvetésünk nagy részét. De ami jó hír, hogy pénzszerzések kvázi nem kell abból a szempontból foglalkozni, hogy profitba vagyunk. Tényleg profitba vagyunk? Jól láttam. Így van. Nagyon jó. Hogy az egy állatka fedezi a kiadásainkat, úgyhogy szerintem nyugodtan lehet
addig nyújtózkodni, ameddig tudunk. Egy biztos, kettő darab áramforrás, vagy mi az Isten, ez kelleni fog. Csak hogy rendezze el őket az ember, hogy áthelyezni nem lehet, csak ha ledózerolod és újraépíted. Hogy a leghely takarékosabb legyek, hogyha ezt így kettőt egymás mellé tennénk, így. Még át kell gondolni, mert tényleg ez a sziget az az lesz, hogy a lehető leghatékonyabban kell felhasználnunk azt a, azt a területet, ami, ami rendelkezésünkre áll, mert az nem sok. Ja, ő meg még kint van. Akkor lehet, hogy meg lesz még így is a 200 ezrünk. Hát biztos, hogy kellni fog a közepes Power Station is kettő belőle. Jelen az 2-10, mert ugye 60, meg 75 és 75. Hogyha őt így ide kettőt. De kezdjük el, szerintem ő itt... igen, így ebben a vonalban, ez itt. Ez a baj, ha sajnálom, hogy ez itt annyira ki fog maradni helyfelhasználás ügyileg, de szerintem ez itt jó lesz. Ha oda teszem mellé a másikat, akkor az úgy pont kiadja. Egyelőre ezt még nem kötjük be, de utat már adunk neki. Normál pát elég lesz, mert ugye ezt csak a munkások fogják használni. Adunk egy ilyen kis kukikát. Jó. Újra itt. Jó. Ha akarjuk tenni mellé őt is. Szerintem, hogy ezt kicsit ezt a részt ki kell bővíteni így. Ja. Aha, és akkor mindjárt földolgozzuk szépen az újabb adag ennek, hogy mindjárt kész lesz, és akkor nézzük, hogy jó helyen lesz. Oké. Okay. Mondjuk technikli ezeket így összekötjük, nem vinyog addig se. Ezt szépen bekötjük ide. Akkor megvan a két áramforrásunk, amit ha bekötünk a hálózatba, szerintem tényleg el tudjuk így hozni, hogy az elején is volt. Ez easy, ezt szeretjük. Kell egy substation, ami az ittenieknek adja az áramot. Ez a large, ez lehet, hogy overkill. Mert ha jó helyre tennénk ezt, mindenkit elérne. Valahova ide letesszük, az tök jó lesz. Ugye kellni fog nekünk akkor egy Storm Defense Stationünk ide középre. Ugye el fog férni egy épület, talán mögötte még egy. Nem mi ez a pukli? Vagy ez egy pukli? Hát, öcsém. Majd örültem volna neki, hogyha nem esne az eső. Szerintem jó. És akkor ennek kell, hogy egy substation.
erre több hely van. Mondjuk ezt ide tett? Ó, nagyon jó, ez ide fér, nem is kell ezzel nagyon mókolni így. És azt mondja, hogy... Oké. Én sem vagyok normális, nem. Jó. És akkor ezt az áramot, amit itt megtermelünk, hogy mindig rossz helyre kattintok. Na, szépen fogjuk. Beleadjuk a közösbe, nagyon jó, és ez azt eredményezi, így van, hogy őt letörölhetjük. Nem törlöm vissza, úgyis kellni fog majd, úgyhogy azt hagyjuk egyelőre, azt szépen le, ezt egyengessük ki. Nagyon jó.